Egyébként ezt a sztorit már elsütöttem, de Fradista haverjaim elcsaltak egyszer a Fradi pályára, akkor még nem ismerték a pofámat. És a Csepellel játszottunk, és szegény Tulipán, aki meghalt, emlékeztek, Törökországban, a Tulipán berúgta a győztes gólt, én felugrottam, hogy gól! És néztem, bassza, meg egyedül vagyok. Ez volt egy ilyen reklámfilm évekkel később. Tök egyedül voltam, és akkor még azért annyi volt, hogy öcsim, megjegyeztem a fejedet, mondta egy borízű hang, de nem öltek meg. Te Fradi drukker vagy? Nézzük már meg utólag visszamenőleg. Hogy most esett le a tantusz. Hát hány meccset csaltál ellen? Ez a nagyon nagy baj. Várjál, most mondok neked valamit. Mikor 6 volt, akkor kellett volna behívni, akkor miért nem jöttél le? Mert nem hívtak. De mit gondolsz, miért? Hát, mert értek a futballhoz, és itt ja, ki tudja, mit csináltál volna itt. Lehet, hogy itt rólad szólt volna az egész műsor. Egyébként azt gondolom, hogy soha nem voltam világéletemben semmilyen szurkoló. Tudod, kinek szurkoltam? A futballnak, meg magamnak. Egyébként szegény öcsi, nyugodjon békébe. Annak idején 94-ben a VB-n megkérdezték tőle, hogy kinek szurkol. És mondta Puskás öcsi, kinek? Magamnak. Hogy jól érezzem magam. Egyértelmű. Azért a játék arról szól, a futball arra van kitalálva, én mindig azt mondom a játékvezetőknek, hogy akkor rak hozzá meccshez sokat, ha a szurkoló legjobban tud szórakozni. Ez erről szól. Az összes maga kínjával, bajával. Neked van egy véleményed, egy dolog. Nekem van egy véleményem, egy dolog, neki is van egy véleményem. De miért nem cikized a Hevesit is? De mit cikizek? Jöttek 3-0-ra. Hát most mindjárt rá akarszunk rajtani, akkor tudnám cikizni, ha kikaptak volna. Én azért arra nagyon kíváncsi lennék, hogy azért tudjuk, hogy nagyon sok beosztásban dolgozott már, de mondjuk ha az Újpesttől megkeresnék, akkor milyen beosztást vállalnál? Mondjuk úgy vezető lenne, milyen lépéseket hoznak? Engem rengetegszer megkerestek már. Ja. De milyen pozícióra? Hát mikor mire? Tanácsadó, PR szakértő, egyéb. Éppen. Nem neked meséltem, ugye? Nem. Mi nem szoktunk beszélgetni. Az újpesti karrierem ott ért véget, Isten nyugosztalja a szegény Bicskei Bercit, ugye egy meccsig volt az edzőnk. A meccs után küldtem egy SMS-t a klub tulajdonossának, aki azóta nem fogadja a köszönést. Mert igaz, hogy nincs is mit fogadni, mert én sem köszönök neki, de erről ennyit. Azért örülök ennek a Ferencváros győzelemnek, mert 3 üzenete volt ennek a mérkőzésnek. Egy az, hogy elmozdultunk a kieső erről, megelőztük az Újpestet, és Lisztes Krisztián, 100. bajnok ilyen, akit én óriási játékosnak és egy fantasztikus sportembernek tartok, és 2-3 napig volt játékosom a Realcnál, úgyhogy én borzasztó örülök, hogy mind a 3 sikerült, és hát annak meg legfőképpen, hogy ezt itt tévé nyilvánosság előtt is Havas Henriknek el kell ismerni. Egyébként nem, én úgy jöttem ide, hogy azt mondom, hogy a meccs egyetlen pozitívum, hogy a Krisztián gólt fejelt. Hidd el, őszintén örültem neki. Valószínűleg azért, mert Újpesten van kávézója. Hát először is, mert már olyan mindegy volt. Mert különben nyilván a fejem vertem volna a falba, de akkor úgy voltam, egyetlen 3, és legalább a Krisztián fejelte. Én megmondom őszintén, amikor tudtam, hogy jössz a műsorba, akkor gondolkodtam rajta, hogy neki fogok valamelyik könyvedet majd elolvasni. Viszont azok után, hogy itt beszóltál, mert most így már leesett harmadjára, hogy valami milyen meccset csaltam én-e? Ezt mondjuk azért kikérem magam. Új barátságok kötődtek itt az adásban, kezes nézői. Tévedni, nagyon sokat tévedtem. Nagyon szépen köszönöm Havas Henriknek és Hevesi Tamásnak. Álljunk meg egy mondat. Félreértés volt, én csak ugratni akartalak azzal, hogy itt nagyon cikizel engem. Igen. És ezért mondtam, visszamenek utólag meg kellene nézni, hogy milyen meccseket vezettél nekünk. Mikor megyünk kifelé, már kérheted is ki.